Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 11-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya, az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai vagy tervei, ez a róka hamisságokat mutat. Vagy vannak a közelében hamis emberek, akik becsapják őt, vagy ellopnak tőle valamit, hazugságok. És ha ő ezen elgondolkozik, az azt jelenti, hogy ennek tudatában van. Természetesen jelentheti ez a kártya azt is, hogy ő neki vannak tervei, de egy rossz úton halad, vagy mások befolyásolják őt. Mivel itt lopásról van szó, előfordulhat az is, hogy fél attól, hogy valaki elvesz benneteket, és ő ennek is tudatában van. Én úgy érzem, hogy azt jelenti ez a kártya, hogy hamisságok vannak a környezetében. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, a hold adja meg rá a választ, a hold visszahúzódó, de jelenti az ő álmait és a reményeit. A harmadik kártya pedig azt jelzi, hogy mit közöl veletek. Itt egy ördög jelenik meg a kígyó képében. Itt szintén hamisságokról van szó, hazugságokról, de ez nem kettőtök között van, hanem az ő környezetében, és ez fogja veletek közölni. Ő nem bízik most mindenkiben, vagy rájött arra, hogy mások becsapták őt. A kutya itt középen a barátságokat, meg a hűséget jelképezi. Az lehet, hogy ez a hamisság a baráti körben van. Vagy szüksége van most segítségre, és kéri tőletek, hogy mellette álljatok ebben a nehéz helyzetben. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, mint egy videó felvétel álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!